Györfi András festőművészként ismerhették meg a nézőink. Talán egy évvel ezelőtt volt itt kiállítás megnyitód, most pedig könyv bemutatód, ezek szerint egy minden oldalú művésszel állunk szemben. Két festmény között, amikor éppen üres óráimat töltöm, akkor valamivel el kell foglalnom magam, és adta magát az írás. Régóta vágytam, bár sose voltam túl jó irodalomból, de mint tudjuk, az irodalom tudása és művelés az két különböző dolog. És akkor jöttek ezek a történetek, főleg ugye Rovinjban, ahol ugye nyaranta élünk, és ezek a történetek a helyi kis közösség embereiből adódó karakterekkel megspékelve így most papírra kerültek. Amikor portréinterjú keretében beszélgettünk, akkor szóba jöttek a skandináv krimik Jú Nesbø is, de talán itt a jó szó az utal-e a norvég szerzőre? Teli találat, igen, az ő feléje való tiszteletem jeleként az én főhősömet, ami én magam vagyok, mert én próbálok itt a dolgok végére jutni a krimikben, a jó nevet használom. Felhasználva a magyar nyelvbe ugye a jó, a jóságot, itt egy kis szóvicc is szerepet kap, aki elolvassa, az észre fogja venni. Hasonlít egy picit legalábbis hangulatában, atmoszférájában az úgynevezett skandináv krimikre, amit ezzel a szókapcsolattal szoktak leírni. Én nagyon szeretem a skandináv krimit. Szerintem az enyém nem annyira depis. Vagy nem is tudom, az a fajta északi hangulat, mivel nem vagyok északi ember, hanem déli ember vagyok, szerintem nem átvehető. Minden krimi borzongató szerintem. Tehát azt gondolom, hogy a skandináv krimi nem attól borzongató, mert hogy hideg van, hanem valami félőrültek írják, és félőrültekről. Itt is van őrület, mint minden gyilkosság szerintem valami bekattanástól eredeztethető. Viszont amit én elsősorban és kifejezetten törekedtem, hogy az én történeteim művészekről szólnak, művekről szólnak, és mindenbe beleszövődik az, ami én vagyok, azaz a festő. Hiszen jó a főhős, egy rendőr, aki művész szeret, festő szeretne lenni, de nem megy neki. És kiállítást szeretne, és nem akarja senki se kiállítani. Stb. És így haladunk, hogy a végén mi történik, azt nem fogom elárulni. Öt jó krimi, tehát öt krimi, aminek van egy íve, tehát magyarán a történetek különállóak, de mégis a szereplők és valahol az első és az utolsó történet keretbe foglalja a könyvet. Még egy személyes kérdés, ugye a Nesbőnek az írásaiban a főhős maga is félőrült, ahogy te fogalmaztál, tehát egy kicsit alkoholista, egy kicsit lelkibeteg. Mondtad, hogy itt te vagy a főszereplő, te milyenre mintáztad magad a félőrültek kategóriájában? Ha kicsit kitágítjuk, akkor egy picit minden művész is jó értelemben őrült. Szerintem az a fajta félőrület, ami jellemző a Nesbø, illetve magára a festőművészekre, az én kis főhősömre nem jellemző. Talán éppen ezért nem sikerülnek azok a dolgok, amiket, vagy nem nehezen sikerülnek, amiket szeretne. Inkább azt mondom, hogy olyanra mintáztam, amivé rendőrfestőművészt képzelek. És itt az a fura, hogy talán ezt még nem mondtuk az eddigi beszélgetésünk alatt, hogy én 3 évet dolgoztam a rendőrségen, mint fantomrajzoló, és nagyon-nagyon sok helyzetbe kerültem, vagy helyzetbe hoztak ott a nyomozók, hogy szinte részt lehetett venni óhatatlanul is ezekbe az ügyekbe, persze azért módjával, és valahol ott, amikor én festői pályámat elkezdtem, én akkor kezdtem el nekik is dolgozni, tehát ezt a hangulatot, ezt a kis teszetosszasságot próbáltam szerintem jól megírni ebbe a krimibe az én valamikori életemet. Magyarországon játszódó történet, és a magyar rendőrség van benne a felkészülésed alapján, vagy nincs nációhoz, nemzethez kötve? Nincs, pont úgy írtam meg, hogy a nevek is nemzetköziek, tehát van szerb, orosz név, amerikai, angol, francia, olasz,
horvát értelemszerűen, a város, ahol játszódik, vagy az a rész, ahol játszódik, ráismerhető, ha valaki ismeri az én előéletemet, de nincs kimondva. Tehát pont az a lényeg, hogy egy ilyen fantom város, amit a különböző tengerparti városokban, ahol élhettem, vagy ahol látogathattam, azokból gyúrtam össze. Az öreg Kárló mindig imádta a tengert. Ennek ellenére nem azt festette. Fiatal korában, amikor még bírta, kihajózott a halászokkal, ő is vonta a hálót, nézegette a kifogott halak sokszínűségét. Leginkább a szemek nyűgözték le. Azok a sosem rebbenő halszemek, amelyek bárgyúak, de egyben félelmetesek is voltak. Főleg, ha közelről vette őket szemügyre az ember. Kárló képein a káosz uralkodott. Megélt ő már sok mindent hosszú életében, mire elérte a siker. Mert az itt volt. Folyton kopogtatott az előszobájában, csengette a telefonját, nyaggatta őt, hogy még és még, szebbet, jobbat, nagyobbat. Híres lett, rengeteg ember akarta a képeit, és az újságok rendszeresen írtak róla. Kárló nem volt elhetetlen, talán csak a nők terén. Már harmadik feleségét fogyasztotta. De kell a nő a ház köré, főleg, ha az ember keze maszatos a festéktől. És Kárlóé lassan már 80 éve az volt. Aznap reggel is az asszony vette fel a telefont és tartotta oda az öreg füléhez. A megrendelő rövid volt és velős, tudta, mit akar. Csak a találkozó hely volt egy kicsit körülményes. A festőt azonban nem érdekelte, ha ott a szigeten akar vele találkozni a pasas, akkor oda megy és kész, viszi magával a kiválasztott festményeket. Kárló képeivel a hóna alatt felszállt a kompra, mely az esti fényben nyüzsgő, kiránduló hajónak tűnt a rengeteg turistától, akik a szigeten lévő hotelbe igyekeztek. Az öregnek is sietnie kellett, hogy az üzlet után még eléri az utolsó járatot. A hajó hátsó felében ült le, és régi jó szokása szerint messze kihajolt, fürkészve a vizet a halak után. Igen, ott csillogtak azok a régóta figyelt szemek, és az öreg megnyugodva dudorászott valamit a gyérbajsza alatt. Babonás volt, és a halakat jó szerencsének vélte, valami régi jövendőlés vagy valami hülye újságcikk miatt. Az a hal, amelyiknek a szemébe nézett, hosszan követte a hajót, és talán megjegyezte az öreg arcát. Fél óra múlva már olyan közel volt hozzá, hogy simán kicsipegethette az öreg Kárló szemét. A festő a fejét ért ütéstől még vérzett is egy kicsit, ami egyre nagyobb halakat vonzott a sekély vízbe. Reggelre, mire megtalálják, már egészen szépen lerágják az arcát. De biztos lesz, aki felismeri. Ha másért nem, a szana szétheverő festmények miatt. A történet úgy folytatódik, hogy túléltem azt az estét, és sajnos azzal a kisebb összeggel be kellett érjem, amit a szerb a zsebembe csúsztatott. Viszont elindult egy folyamat, ami további könyvekre, illetve írásokra sarkalt, és ebből lett öt. Öt sztori, öt különböző krimi gondolat. És akkor ezt úgy egy évig, hogy is szokták, ízlelgettem, hogy ezt hogy kéne folytatni, mit is kéne csinálni. A barátaimmal átbeszéltük. Végül rávettem magam néhány hónappal ezelőtt, hogy akkor ebből legyen könyv. Felhívtam pár könyvkiadót, hogy mégis itt van egy festőművész, akinek talán van már egy pici neve Magyarországon. Hát senkit nem érdekelt ez a része a dolognak. Úgyhogy magánkiadásban történt ez a kiadása. Reményeim szerint azért sikeres lesz. Az életemben egy ilyen szakasz, amikor festőként is dolgoztam, kicsit a rendőrség, nem voltam rendőr, tehát értelemszerűen ne ezt higgyék, hogy én most rendőr voltam, hanem ezt úgy hívták, hogy külsős szakértőként van egy csomó, akik segítik a rendőrséget. Részt vehettem a nyomozás bizonyos szakaszaiban, értelemszerűen főleg a kihallgatások, illetve azok a fajta dolgok, amikor ugye az áldozat, hogy is mondjam, a rendőrök elé tárja az ügyet, és voltak olyan élethelyzetek, amikor én kértem, hogy a nyomozók menjenek ki, ezt ugye én akkor megtehettem, és együtt maradtam az áldozattal, aki ugye elmesélte, hogy mi történt vele, elmesélte az arcot, és hát addig rajzoltam, amíg el nem kezdett sírni.
És a sírás volt az a pillanat, amikor be lehetett fejezni, mert az, akkor ott volt előtte az elkövető. Úgyhogy ez elég drámainak hangzik, én azt gondolom, bármelyikünk, ne adja az ég, hogy bármelyikünk életébe ez jöjjön, de értelemszerűen beleláttam abba a világba, amit kicsit itt most megírtam. És akkor végül is a könyvben tudtam autentikusan ezeket megírni. Amikor én megrajzolom ezt az arcot, erre pusztán a történet után egy durván 3 órán van már, hogy megtörtént, bocsánat, az erőszak, vagy bármi, ami ugye általában nőkkel történik, és nekem 3, maximum 4 órán van arra, hogy ezt ebből rajzot készítsek, mert utána törlünk. Tehát védekezik az agy, és befeje, és nem tudnak mondani, semmit nem tudnak mondani. Tehát magyarán ezek úgy történtek, hogy megtörtént ugye éjjel 11-kor valami, rendőrök 1-kor felkeltettek be, kapitánság, rajzolás, 3-ig megvan, és akkor elindulnak a keresni. Úgyhogy ez azért egy feszített ütem volt. Volt egy fiatal lány, aki 12-13 éves lány, aki egyszer csak bejelentették a szülei, hogy eltűnt. Majd 4-5 nap után előkerült, és akkor ugye a rendőrök elővették, a kihallgatáson ugye részt vettem, és akkor hát ugye nekem azt kellett figyelnem, hogy ő milyen ismertető jegyeit mondja el az illetőnek, aki a elmondása szerint elrabolta. És akkor ebből kialakítottam egy arcot, amin elindultak a rendőrök, és akkor el is fogták az illetőt, egy tanárembert, akit hát ugye akkor nem akarom ezt hogy is mondjam, túl dramatizálni a helyzetet, ugye a rendőröknek elég jó módszereik vannak ahhoz, hogy az illető valljon. Ez meg is történt, majd az illető ugye bebörtönözték, elvesztette az állását, ugye elítélték, a felesége elhagyta. Majd, és én kitüntetést kaptam a kapitányságtól, hogy milyen jó rajzot készítettem. Majd eltelt egy év, és azt vettük észre, hogy ugyanez a lány ugyanott ül abba a székben, és valami hasonló történetet kezd el mondani. És akkor szóltam a Tibor nevű nyomozónak, beszélgettünk, hogy ez valahogy nem jön össze. Mindig ezzel a lányjal történik valami, vagy... És akkor ugye hát elővették a lányt, és lényeg az, hogy bevallotta, hogy hazudik. És mondom, egy év telt el, tehát a tanár ember az börtönben, család széthull, és akkor visszamentek erre az előző sztorira. És a lány azt mondta, hogy nem, tehát ez se történt meg. És akkor kérdezték, hogy hát mégis mi volt az ok. Mondom, egy 13 éves gyerekről beszélünk, és azt mondta, hogy nem adott csokit. Mármint a tanárember. És ez volt a bosszú. És akkor azt hiszem itt álltam fel, és azt mondtam, hogy nekem ebből elég volt, és akkor végeztem. Meg el is költöztünk, végre eladtuk a házat, tehát elég drámaira sikeredett a kispesti távozásom. De hát azt hiszem, én még jól jártam ez ügyben. Amikor én készítek egy képet, abban én benne vagyok, abban én szerepelek, és bocsánat, mesztelen vagyok, tehát a lelkemet odadom. Az író is talán ilyen, hogy ő a saját történeteit adja oda az életéből, vagy a hallomásából. Tehát magyarán egy picit mi adunk önöknek, a befogadónak.